A Kárpát-medencében több kultúra él együtt évszázadok óta, amelyek kölcsönösen gazdagítják egymást. A térség szinte minden országában jelen van a roma kultúra is, amely része az adott nemzet kultúrájának. A magyar nyelvű roma közösség saját nyelvén és magyarul is színes foltja a magyar kultúrának. Ennek népszerűsítését vállalta fel az NFG Klub Dunaszerdahelyen, ahol már második alkalommal tartottak tematikus roma estet. A program Olá Attila tánc bemutatójával kezdődött, majd Babindák István Megérintelek című verses kötetét mutatták be. A roma kultúra elmaradhatatlan része a zene, amelyből a Dromara Acoustic Live zenekar adott ízelítőt. Ki a kiegem nem szeret, fogja meg az egeret! Miért tartja fontosnak, hogy ilyen tematikus esték során megismertesse az emberekkel a roma kultúrát? A roma kultúra, mint bármilyen kultúra, úgy gondolom, hogy színesíti a mindennapjainkat, és annak ellenére nagyon sokat beszélünk a roma kultúráról, mert mindig úgy gondolom, hogy nem tudunk eleget a romák mindennapjairól. Ez a mostani est, amit sikerült itt megszerveznünk Dunaszerdahelyen az NFG klubban, teret biztosított arra, hogy Babindák István egyik újabb verseskötetét be tudjuk mutatni. A roma irodalom maga, a felvidéki magyar ajkú roma irodalom maga, mint téma, egy rendkívül megbecsülendő téma, hiszen nagyon kevesen vannak azok, akik magyar nyelven romaként verseket tudnak írni, vagy verseket írnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem csak a zenét, a táncot, de épp ugye a roma költészet is érdemes megismerni, hiszen az a fajta érzelemvilág, amiket ezekben a versekben ők, vagy ő, mint Babindák István fel tud tüntetni ezekben a versekben, rendkívül megható és érzelemdús módon tudja szemléltetni mindazt, amit a cigányok mindennapjaikban átélnek, vagy átéltek a közelmúltban. Milyen nyelven íródott a Megérintelek című könyve? Én magyar nyelven írok, mivel én magyarul beszélő cigányemberként élem az élet mindennapjaimat. Hát nekem, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy két kultúrát bírok, az egyik a magyar, a másik még a cigány. Mind a kettő egyaránt fontos számomra. Cigány nyelvű verseket is tartalmaz a könyve, vagy csak magát, a cigányságot foglalja össze a verseiben? A cigányok fájdalmat, bánatát, örömét, aztán egy pici kritika is saját magunk számára, a nem cigányok számára is. Tehát egy olyan dolog, hogy mindennapos életről írok, ugyanis sokszor mondjuk mi cigányok, hogy nagyon sokat bántanak minket. Nem kell minket bántani, mi önmagunkat nagyon sokat bántjuk. Aztán természetesen az is igaz, hogy a velünk élő kisebbség, tehát gondolok itt a magyar kisebbségre, nagyon, tehát nem hogy bánt, hanem sokszor úgy érzem, hogy nem vesz egyenrangú partnerként minket. Mivel emberből vagyok, nagyon fontos számomra a szeretet, mert ha nincs szeretet, akkor nincs élet. Fontos, hogy a cigány és a nem cigány is valamiféleképpen közelebb kerüljön egymáshoz, mert úgymond a nagyapám idejében a cigány és a nem cigány valamiféleképpen egy lélekbe gondolkozott, és most utóbbi 20-25 évben valahogyan úgy eltávolodtunk egymástól, ami nagyon kár és nagyon sajnos. Ön szerint mi lehet ennek az oka? Tőlem okosabb emberek megpróbálták ezt megfejteni. Gondolom a mentalitás változott mind a két nemzetbe. Valahogyan én így szoktam mondani, hogy nagy magyarok, nagy cigányok és nagy szlovákok vagyunk, holott elsődlegesen emberként kéne élnünk az életünket, mert ha emberként élnénk, akkor azt hiszem nem lennének olyan problémánk egymással, amik sajnos a mindennapok hoznak számunkra. A cigány is az ég felé sírja el bánatát. Összeszorított kezeik felé mutatnak, adj nekik erőt, hogy újra felálljanak. Megmaradt gyermekeiknek, remény csókolhassanak a homlokukra. Úgy fázom. Istenem, takard a mezítelen testünk.
2004-ben megjelent Cigány népem című verseskötete elég nagy sikert aratott, ha mondhatjuk így. Utána elég sokáig nem jelent meg verseskötete. Mi volt ennek az oka? Amikor megjelent, hiába volt a nagy siker, azt mondtam, hogy nem fogok leírni egy betűt se, mert mindig csak keserűséget írok, bánatot, és valamikor tavaly novemberben valami úgy nyomasztott engem, hogy végül, és mondtam a feleségének, valami, mint ha nyűgös lennék, és akkor azt mondta, hogy írjál valamit. És akkor megpróbáltam írni, aztán márciusig körülbelül 77 verset írtam, és ez nem tudatos volt, ez csak úgy jött. És ez is egy apropója, egy érdekes foltja ennek a verseskötetnek a másodiknak. Ön szerint a pozsonyi és a keleti romák megértik egymást? Van közös nyelvük? Megtalálják a közös hangot? Hát Magyarországon jobban elfogadott a lovári, olá cigány nyelv. Szlovákiában inkább a kárpáti cigány nyelvet beszélik az emberek. Természetesen itt is van lovári nyelv, de tehát csekély számba használják. Kelet-Szlovákiában azt használják legtöbbet, aztán Dunaszerdahely, Galantán, már Komáromba is, aztán van egy hatalmas űr, és egész Rimaszombatika fölmegyünk, akkor megint kezdik használni a kárpáti cigány nyelvet. Kiknek ajánlja a könyvét? Ezt cigányoknak, nem cigányoknak, minden olyan embernek, aki még befogadja a verset, aki még 21. század, úgy mondhatom küszöbén, még szeret olvasni. Ha elolvassa, gondolom, fog érezni egy valamiféle csodát, mert mai nap verset olvasni, az maga egy csoda. Miben rejlik a cigányzene és a cigánytánc különlegessége? A cigány lélek nagyon különleges, ezt elmondhatom, talán ezzel mindenki tisztában van. Egész Közép-Európának a kultúráját nagyban alakította a cigány folklór. Azt, amit népzeneként ismerünk a Kárpát-medencei magyarok is, azt a cigányok játszották mindig is, tehát a cigányzene. És akkor még egy ugrás, az olá cigány zene, olá cigány kultúra, az pedig még archaikusabb, mint az, amit a parasztoknak játszottak a cigányok. Azt hiszem, ez érthető. Az pedig annyira ritmus alapú, és annyira fergeteges, hogy azt hiszem, hogy ez az, amit mindenkinek meg kéne ismerni, és talán ez a különlegesség a cigány táncoknak és zenének. Egy-egy koreográfia elsajátítása során honnan merít életet vagy anyagot? Hát elsősorban az autentikus fölvételeket nézem. Úgy hívjuk mi ezt, hogy gyűjtések. Amikor egy-egy helyre kiszállt egy ilyen gyűjtő, vagy egész egy ilyen tím, akkor fölgyűjtötték az ottani anyagot, nem csak cigán, hanem mindenféle nemzetnek a kultúrát fölgyűjtötték, és akkor ezekről a anyagokról, ezekről a fölvételekről, gyűjtésekről nézem én, vagy tanulom meg elsősorban, és akkor utána, tehát miután magamévá tettem, betanítom az együttesnek, és utána következik a koreografálás, de mindig hatással van rám az, amit én látok, vagy ahogy én megtanulom ezeket az eredeti anyagokat. A roma közösségekben fontos, hogy az autentikus zenét tovább vigyétek? Azt gondolom, hogy fontos, hogy tovább vigyük az autentikus zenét. Nem feltétlen az autentikus szónak olyan értelmében, hogy akkor ez legyen olyan autentikus, mint 200-300 évvel ezelőtt, hanem ugye a
mihez képest autentikus? Én azt gondolom, hogy mi már nem fogunk tudni sosem olyan autentikus zenét csinálni, mint amilyet mondjuk 100 évvel ezelőtt csináltak. Viszont azt gondolom, hogy az is autentikus tud lenni, amit most mi teremtünk. Az autentikus zene segítségével egy újabb stílust csinálunk. És ezt mondhatják majd 100 év múlva ezt autentikus zenének. Tehát azt gondolom, hogy a maga a zene szeretete és a művészetek szeretete tovább, hogy tovább menjen. Fontos, hogy tovább menjen a gyerekeink számára is, vagy a jövő generáció számára is. Nagyon kevés olyan roma zenészt vagy művészt ismerünk, aki például a rock zenében helyezkedett el. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka, a roma és a rock zene távol állnak egymástól? Nem gondolom, hogy távol állna egymástól egyébként. Én nagyon sok olyan embert ismerek, akik mindenféle zenével foglalkoznak romaként, akár rock zenével, akár klasszikus zenével, akár jazz zenével kapcsolatban. Az tény, hogy nem biztos, hogy nagyon sok roma ember olyan szinten szereti a rock zenét, hogy azt is játszon. Roma zenén kívül mást is játsztok? Mi igazából a roma zenét játszunk, de a roma zenének nem olyan értelmében, hogy akkor ez egy autentikus, csak és kizárólagosan egy autentikus cigányzene. Itt, hogyha majd belehallgattok a zenénkbe, akkor hallhatjátok, hogy keveredik az autentikus cigányzene a jazzzel, akár a szerb zenével, akár a spanyol zenével, akár a reggivel, és ez ad egy olyan új, inkább világzenét mondanék. Tehát én azt mondanám, hogy mi rengeteg roma dal dolgozunk föl, és nem romada, de inkább egy ilyen világzenei stílust mondanék. Közönség hogy fogadja a ti zenéteket? Szeretik ezt a fajta zenét, hiszen általában egy ilyen ritmusos zenét játszunk, amire ugye lehet mulatni, lehet szórokozni, és kisebb klubokban, nagyobb fesztiválokon, kisebb fesztiválokon is szívesen játszunk, és mindenhol azt gondolom, hogy elég jól fogadják a zenét, és szeretik. Fontosnak tartod, hogy egy ilyen tematikus este során az emberek jobban megismerik a roma kultúrát? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberek megismerjék a zenét, a roma zenét is, és vagy a roma zenei elemeket, amiket például mi rakunk bele a zenénkben, vagy például olyan dalokat, amik azért tudjuk jól, hogy 100-200-300 éves dalokról beszélünk, de azért egy olyan jó ízléssel, egy elfogadható mai köntösbe varázsoljuk, ami által sokkal könnyebben befogadható olyan embernek is, aki nem ebből a kultúrából származik, vagy nem ebből a kultúrából jön. Mit gondolsz, a zene egy kapocs lehet az emberek közt? Segítheti az együttműködést a továbbiakban, vagy a közös békés együttélés? Mióta a zene a zene, és mióta léteznek, mióta énekelnek, és hangszereken zenélnek az emberek világszerte, azóta ez egy kapocs, ez egy összetartó erő lehet. És ez egy ilyen közhely, de ugye a zene az, amiben nincsenek határok. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon durván közös nyelv a zene, szokták is mondani, hogy ez egy ilyen nemzetközi nyelv a zene.